más kerülni a vendéglátás költségeit, te meg elérjük, szaladsz! A keszthelyi nyári játékokat a Básti Júli Puskás Tamás művész házaspár kezdeményezésére 2000 júliusában rendezték meg első alkalommal. Az első 4 évben Shakespeare műveket adtak elő, ezért gondolták úgy, hogy a 20 éves jubileumot is a drámaírás egyik legnagyobb alakjával ünneplik. 20 évesen ugye egy ember is már fiatal ember, és úgy megáll a maga lábán, úgy látom, hogy a keszthelyi nyári játékok is már megáll a maga lábán. Az első időben emlékszem, hogy még délben ideges telefonok voltak, hogy hány jegy van eladva, mert azt lehetett remélni, hogy ahány jegy délben el van adva, annak körülbelül a duplája a nézőközönségünk lesz este. Nehéz első évek voltak, de ma már mire ideérnek a pénztárosaim, addigra minden jegy el van adva, úgyhogy nagyjából minden jegy, tehát néhány 100 jegy talán még a 6000-ből van. A sok hűhó semmiért talán Shakespeare legbájosabb komédiája. Igazi bolondos szerelmi kergetőzést ígér az előadás. Beatrice és Benedek komikus párosát Pokorni Lia és Schmidt Zoltán alakítja. A közönség azzal szembesülhet, hogy lesz a házasságot elutasító fiatalokból fülig szerelmes pár. Ez a feladata nyilván ennek az előadásnak, vagy ennek a szerepnek, hogy ez megmutassa, hogy az ember hogy jut el oda, hogy a házasságot teljesen elutasítja, és akkor utána, amikor megcsapja őt is a szerelem szele, akkor próbálja magának megmagyarázni, hogy végül is nem gondoltam erre soha, de hát ugye most tudok időt, boldogok, akik belátják a hibáikat, és igyekeznek jóvá tenni azokat. A 20 éve tartó keszthelyi nyári játékok során számos kiváló előadás meg annyi neves színésze lépett a porondra. A csúcstartó Magyar Attila, akit a keszthelyi közönség a 2 évtized alatt 15-ször csodálhatott meg. Én nagyon szeretek keszthelyen játszani, különösen nyáron, és mindig is úgy gondoltam, hogy minden előadás egyedi, megismételhetetlen, csak aznap este van, és nekem kötelező a keszthelyi nézőknek valami maradandót nyújtani, ami aznap az övék, ami az én ajándékom nekik, és hát úgy látszik, hogy ennek van eredménye, mert már van egy megelőlegezett bizalom, ezt érzem a nézőtéren is, ha bejövök. A július 26-án indult 20. keszthelyi nyári játékok augusztus 4-éig tart. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a Turinform irodában és a Kastély pénztárában.